A szezon utolsó előtti meccsén lépett pályára Pécsen a Nyíregyháza Blue Sharks. Az alapszakaszban idegenben hosszabbításos vereséget szenvedtek a cápák, viszont hazai környezetben és a HEP kupában legyőzték a baranyaiakat Nagy Krisztiánék. A vendégektől hiányzott a sérült Busz Iván és Olá Zoltán. Az első negyed a nyíregyháziaknak sikerült jobban, 10 perc játék után 6 ponttal vezetett a Blue Sharks. A második negyed a hazaiaké volt, akik így 2 pontos előnnyel vonulhattak pihenőre. Újabb 10 perc játékot követően 5 volt közte, és mivel a záró negyedben a vendégek 2 pontot faragni tudtak hátrányukból, a visszavágó szempontjából biztatónak mondható 3 pontos vereséggel zárták a párharc első felvonását a kékcápák. A bajnokság legszebb támadásával nyitottuk a mérkőzést, és ez meg is adta az alaphangot az egész találkozóra. Úgy gondolom, hogy igazából kontrollálni tudtuk a különbséget, a távolságot a két csapat között. Egyszer volt talán 9 pont, az egy picit soknak tűnt, de szerencsére akkor is vissza tudtunk kapaszkodni. És a végén mi vezettük az utolsó támadást, hogyha ez egy rendes bajnoki mérkőzés, akkor másképp fejeztük volna be, de itt az utolsó támadásnál az volt a cél, hogy ne kapjunk már vissza támadást, és az utolsó pillanatban próbáljunk meg. Mi kosarat szerezni sajnos ez nem sikerült, így maradt a 3 pontos különbség. A nyíregyháziak a visszavágón szeretnének legalább 4 ponttal nyerni. Egyrészt azért, hogy megszerezzék az 5. helyet, másrészt pedig a szezon záró meccsén is szeretnék kiszolgálni szurkolóikat. Köszönöm szépen a közönségünknek. Úgy gondolom, hogy egész évben mellettünk álltak és nagyon sokan támogattak minket. Ez mindenképp fontos volt. Remélem, hogy jövőre is itt lesznek, de előtte még ezen a keddi mérkőzésen bízom benne, hogy egy szép játékkal tudjuk majd lezárni az évet. A Nyíregyháza Blue Sharks PVSK mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A találkozó szerdán 21 órától láthatják a Kölcsey Televízió nézői.